Otasz! Így. Basszani, cobblestone-nal, hát nem tudom, sok anyja meg vannak veszve, és azzal építek mindent. Nem tudom, szerintem elég gagyinnézés kis. Megnőtt végre az első dohánycserdénk, majd itt látom. És faszánál is tört. Így néz ki, ilyen fehér vízbasz. Ha nem is konkrét a megfogalmazás, de elég úgy néz ki. Szétütjük, és ilyen nagyon epik hangol így szétjön, visszaütetjük, és akkor berakjuk ebbe a levegőszárítós hűségbe a felvett levelet. Itt van. Ja, csak a nap nem tudja kiszárítani. Az, ami a problémásabb. Oké, akkor... akkor ez is úgy nekem, hogy ezt tényleg napra kell kirakni. Ami még jelen esetben így még a módnak az egyik érdeme, hogy még ilyen is megvan benne készítve, akkor ezt feljebb kell vinnem. Ezt a szárító rekeszt. Olyan hangja van, mint a fa lenne. Oké. Majd ezt itt kívülről kéne majd olyan igényesen megcsinálni, nem ilyen cobblestone-nal képítve. Hogy ki kell rakni ugye a napra, amik ide. Hát most még egyelőre nem szárít, te cucc. Nem, majd most bugol. Bár még éjszaka van. Szóval, majd inkább lerakom ide, hát hogy lehet, hiszen itt is ugyanúgy ki tudja nyitni. Ezt még egy egyszerű trükkel meg tudom nézni. Egyelőre nem szárít. Vagy visszakom már éjszakára nyúlom. Na akkor ugye felvisszük a felszínre, ugye a totem oszlop mellé. Csinálunk egy ilyen nagyon epic dolgot ide, ezt lerakjuk és most behezzük. És most már réget is ki a nap. És most akkor visszarakjuk éjszakára. Így. És most nem égeti a nap. Ez is tehát a módnak a logikusságát beletartozik, szóval ez egy nagyon átgondolt mód, annak ellenére, hogy nem egy igazán ismert mód szerintem, mert hát mindenki ez a Little Blocks, a Too Many Itemset ismeri inkább a legjobban. Ez a mód szerintem nagyon ki lett dolgozva, ezt már most látom. Egyébként szerintem ez most már tudja a másik rész, mert a felvett anyag ez már jó van több, mint annyira számítottam, de egyébként nem baj. Két részről is felmegy, max a köszönések az, ami úgy hiányozni fog az elejéről. Nos. Ez fog majd legközelebb megnőni, de egyelőre itt. Még egy kicsit tartok itt a 75 bombos, hát. Nincs szívem uthagyni. Mondjuk a izét a szom most a szenet, mert hát abból sok van. Jó, úgyse taposhatom, szól. Bár nem tudom, a dohány nem működik ez a letaposás módszer, de szerintem nem. Most hát akkor itt majd, ahogy mondom, itt kifunk egy... Hogy hívják, mit egy... Igényes több farmot meg egy... Ma meg ez most már jó van, basszus. Most már magasabb, mint amennyire akartam, egy alapból is. Na de mindegy. Egyébként Call of Duty nem volt fel 3, és mostanában elég sokat játszottam. És kérem szépen, nem kell írni, hogy a Call of Duty-nak kellett, én nem azt...
Mindenki egyébként máshogy elhide általában, azt hiszem a hivatalos elfogadott a Call of Duty megnevezés. Úgyhogy ne írjatok olyan, hogy akkor sem tudom jól. Na most megszereztem a legújabb DLC-t, az új DLC-t, a Collection Band. Őszintén megmondva, a legnagyobb hibája az, hogy ritkán dobja be ezeket a mapokat, pedig engedélyezve van ugye a DLC és a mapok. A mapokkal egyébként semmi gondom nincsen. Véleményem szerint ez a DLC még sokkal jobb a tekintetben, mint az Etalon FPS, az Etalon FPS Battlefield 3, hiszen itt a DLC úgy kerül 4000-be plusz kiszállítás ugye a netről, amikor úgy rendeltem, ugye ez is egy dobozos verziójú, hogy ugye a Battlefieldben a Back to Karkand, hát inkább nem merültem az angol szóval, vissza Karkandba a DLC-t nyom, ha az kerül 3500, úgyhogy 4 multimapot tartalmaz, itt meg kapunk 4 multimapot plusz 2 kooperatív mapot, és az ár így mennyi is? 4000 forint kb, ami így szerintem bőven megéri. Majd lehet, hogy később lesz egy ilyen hát bemutató feeling, hogy megemlítsem, hogy milyenek a, megemlítem milyenek a mapok. Na hát akkor most jön inkább, ezt kiszedem, és jönnek a tök és a cukornád ültetvényem. Vagy nem tudom, hogy hol kéne majd izét letenni. Vizet, de majd szerintem azt is hol le kéne tenni, mondjuk. Például ide lehet, hogy jöhetne majd víz. Sőt, szerintem ide simán jöhet majd a víz. És így két tudod a tökéletesen. Ja nem, elcsesztem, mert de ha kézzel kiütöm, azt akkor megmaradt. Nem. Hát akkor csak ez az egy darab mag maradt. Jézusom. Ezt meg se kellett volna kapálni. És csak így lehet izélni. Újra földet csinálni belőle, vagy kicserik a földet. Erre meg tud nőni, erre. Be ide mondjuk kéne. Csont. Azt hittem, hogy csak az inventoryban van. Bár kiütöm is. Ilyenkor visszaadja a magot. Bár nem, pont ide kéne, mert akkor több oldalra tud nőni. És itt is kap ugyanúgy vizet. Bár mondjuk oda meg nem, mindegy. Tud így több oldalra is nőni, ugyanúgy ez a szaros cukornád. Így. De nem, ami nem is cukornád, de mindegy. Még egy csont. Egyik jobbra, másik balra, és ez meg itt a szélén csak visznek van. Ez így, így, az úgy, úgy. Ha minden igaz. Már pedig szerintem minden igaz. Ha már van itt kettő, akkor ezt is itt növeljük meg gyorsan. Szerintem ezzel mindenki jobban jár. És van már 4 magom, valami ilyen kéne. Így.
Na és akkor menjünk fel, de pakoljunk ki az inventoriból sok kacatot. Kb. Így. Na, tegyük be. Na, dried tobacco leaf. Azt mondja. Na, tudom, itt szarnok. Na, de még várjunk, aztán lessünk körbe. Az epic foil pont, hogy csak itt volt beültetve tök. És összevállak titeket, ha... És az utolsó is megvan. Oké. Ha fejből nem megy, az... megesett. Bár... ja, egy-kettőt csináltam eddig. Mert... nem mindegy. Nem, de nekünk itt van a... és ma van egy... tök. Ez egy tök, ez egy tök, ez egy tök, 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 ez egy tök. Jól tudom. Akkor nem rosszul tudom. Akkor most be kell rakni a sütőbe. Kell némi szén. Akkor nem. Nem, most kell a csavita, szerintem. Nem, de ez is kell majd, te jó Isten, most már igen csináltam. Jó, kiszedjük. Azt, én nem már tudom. Be kell vizezni. És akkor jön a dried tobacco itt izé, és ezt kell kiégetni. Azóta nem nőtt még meg egy se. De tudom, hogy rá kéne segítenem. Még egy két csonttal itt megáldom őket. Jó. És akkor felmegyek. És ezt a tizet is kiégetjük a napon. Jól van, ez elég időigényes ezzel felgyalogulni. De hát mindegy. És itt egy bárány. És ott van sok gomba, addig azokat ott felszínem. Engedelmetekkel. Ebből már csak 5, Jézusom, ezt meg kívánni. Addig mászunk fát. Az a érdekes, ilyenkor nem lehet fára mászni. Csak hogyha a szilárdnál neki van támaszkodva valaminek.
Éj. Mert lesz ebből jó kis gombapőkölt. Jó, már csak kettő kente, meg itt ne izéjét, bárany. Nagyon nézel a boci szemeinte. Menjünk le. Majd úgyse halok meg. Na. Könnyen leérkeztünk, ha már gyorsan. És akkor... És majd nőtt még egy. Nem tudom, hát ezek szivatják egymást, már nem tud egyszerre mind a kettő megnőni. No, akkor ez azt mondja, hogy vannak itt már ezek a kiszáradt dolgok. Akkor szerzünk ilyen repült. Egyel csak ennyit. És ezt kell, ha jól tudom, ízesíteni. Vagy nem. Problémás ez. Vagy mi ezt még kisebbre kell? Nem tököd, biztos nem lett. Na most vagyok kicsit meg elakadva. Na most egy kicsit elakadtam. Most kell gyors egy kis segítséget néznem. Internetről. Aha. Szóval akkor jó gondoltam. Például nem. Pedig úgy mutatja, hogy... Mindegy, ezt inkább részletesebben megnézem. Áááá, ma látom. Én gondoltam nagyon logikusan. Áááá, hát így kellett volna. Na, akkor ez az átlagos cuccos. Ezt lehet, hogy ide is... Nem. Akkor csak kiszedjük. És akkor már, most már látom, hogy kell.
ezt így, hogy így mondjuk nem mondjuk az almánál, ezt kell körbe rakni, és akkor lesz apple alma ízesítésű. Igen, és akkor jól tudom, ezt nem. Fú, basszus, ez már kicsit még nehéz nekem. Azt hiszem úgy kell a ezért szivart, hogy nem, utána kell néznem. Oké. Okay. Á, nem. Elnézést, hogy erre az oldalra kellett volna tenni, hát így mindjárt másabb. És akkor így kapunk. Lol. Ja nem. Hanem a kisebbből kell felül. Na jaj. Elnézést, bakizok. Na, bassza, alma, cigar, szivar. Na, elkészültünk végre, ezt is megírtuk. Van még valami fontos, amit tudnom kell. Egy úgy érzem, hogy nincsen, maximum, hogy tárolók, oké. Okay. Pipa, jó, pipa az lényegtelen. Nos, hát elkészült a nagy nehezen az első szivarunk. Igen, én a mentordal szivar megtanította. És akkor nem tudom, próbáljunk meg begyűjteni. Egyébként nincs semmi rossz tulajdonság. Csücsünk le. Szélvezzük az életet. Ez a jó. Ki kéne rakni a max képernyőre. Á, és speciál most még jelen nem jönnek se a rossz, se a pozitív tulajdonságai. Mint látni. Nézzük meg az ültetvényt. Ó, hát még egy megnőtt. Nagyon jó. Szivar, itt meg ezt is ki kell bontani. Jó, hogy mind a kettő menni. Ide kéne most. Én csak szivarozgatok csendben. Azt hiszi, jól kifosztod, de én nem bízok a szerencsében. Hát, ja, szőke csajokat nézek a parton a sörözőben tekéznek, és ha eszembe jutna délben. Jó, oké. Okay. Na most jön a köhögés, kau. Ugye. Miért köhögés is? Most még nem. És itt van. Lassúság, méreg, gyengeség, banyasz, fáradtság. Ha most vannak itt a rossz tulajdonságok. Lassabban közlekedek, mint látni, oké. Okay. Gyengeség, arra sose jöttem, hogy mitől leszünk gyenge, hogy nem ütök akkorát, vagy nem tudom. Mi az, hogy bányász fáradtság, nem mindegy. Ja. Nos, ja, ezt voltam a Gamers Brotherhood, ez volt már szerintem a 22. rész is, vagy, ja, 22. rész, csak akkor mondom két részben. Na, sziasztok!